Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülünk, hogy ma is velünk tartotok. Török Dani kollégámmal néztük meg az állati számát az Újbuda újságnak, hiszen van benne nyúl és kutya is. Már rögtön a címlapon. Igen, erről majd később. De az újság elején olvashatunk arról, hogy a fővárosi szűrőbusz Újbudára érkezett, a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtéren és Albert falván is járt. 1700 budapestit vizsgáltak meg eddig 7 helyszínen, úgyhogy nagyon jól halad a program, és elképesztően nagy az érdeklődés, én nem is számítottam igazából erre. De úgy látszik, hogy az is közrejátszik ebben, hogy mivel elég nehéz bejutni minden kerületben az STK rendelőkbe, és ott időpontot kapni, hogy a hosszúak a várólisták. Például a melanóma szűrés és az ultrahang vizsgálat az egyik legnépszerűbb, hiszen azokra van a legnagyobb várólista, úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom, hogy ezekre bejussanak hamarabb a betegek. Bizony, egy hasi ultrahangra több hónapot kell várni időnként, és egy melanóma szűrés sem egyszerű, pedig nagyon fontos dolog, úgyhogy ez teljesen jó. Aztán utána egy parkban vagyunk, ez különösen ide való történet. Parkőrök segítik a közteresek munkáját. Az Újbuda közterület felügyelet 4 éve kísérletként vetette be az első parkőröket, munkájuk pedig olyan hasznosnak bizonyult, hogy azóta 3-an teljesítenek szolgálatot Albert falván, Őrmezőn és Gazdagréten is. Te tudtad, hogy léteznek még parkőrök? Mert én a számomra ez meglepetés. Hát én nekem a legutolsó emlékem róla Málna szörp és szalmaszál című filmből volt, hogy van parkőr. Amikor még ilyen szórobottal szedték a szemetet. Na most ebből a cikkből kiderül, hogy már nem ezt csinálják, hanem figyelnek a közterületek rendjére, rendbontásokra, letörik egy faág, megsérül egy pad, vagy szemetes zsákokat látnak el dobálva, akkor értesítik a hatóságokat, ők nem hatósági személyek, de így sokkal gyorsabban sikerül elintézni a problémákat. Mondhatni a jó gazdája a parkőr a parkjának. Ehhez kapcsolódik a maga módján, hogy tisztán várja a nyarat a kerület, lezárult az Újbuda Prizma Kft. Tavaszi nagy takarítási akciója. A köztisztasági és parkfönntartó cég másfél hónapig dolgozott azért, hogy megtisztítsa a kerületet a téli szeméttől, hulladéktól. Na, jöjjenek az állatok! Jöjjenek az állatok, amit ígértél az elején. A Nyúlon túl című cikkben arról olvashatnak, hogy hogyan kell felelősen egzotikus állatokat tartani. Mert hogy nagyon sokan ilyeneket is tartanak. Nem tudom, te, neked mi számít egzotikus állatnak? Nyúl, kutya, macska, egér, nekem minden állat egzotikus. És képzeld el, ebből a cikkből kiderül, hogy még az emú is olyan állat, amit lehet tartani házi állatként, bár inkább haszonállatként szokták. Azt is megtudhatjuk, hogy őt hogy kell tartani, de hát például nagyon sok mérges állatot tartanak, már nem úgy, hogy dühös, hanem hogy mérgező hatással rendelkezik. Mint kígyó, pók és egyéb fajok. Én pókot tartok, mert mindig van a szobasarokban pók, de nem tudtam, hogy ez milyen milyen megítélés alá esik. Na és kutyabarát kerület, arról is szó van, hogy hol vannak felújított kutya, futtatók, csippolvasó az elveszett állatokért, és egy egész térkép, hogy hol lehet a kutyákkal nagyokat sétálni. Egyébként ott jön 2 célszemély kutya. Közben azt küzdünk a széllel. Egyébként nagyon jól kitalált rendszer működik itt Újbudán, hiszen ha valaki egy eltévejedett állatot talál, aki nincs a gazdájánál, az beviheti az önkormányzathoz, és ott lecsippelik, és értesítik a gazdát, hogy jöjjön érte. Ez a kutyákra vonatkozik. Aztán szokás szerint ajánlunk kulturális élményeket, eseményeket. Egyrészt Parti Nagy Lajos zseniális verseskötetét, másrészt pedig a Duda Éva társulatnak nem régen volt egy bemutatója Bábel címmel, és aztán rövidesen ez a bemutató után újra műsorra kerül. Aki kedveli a modern táncot, vagy most kezdi megszeretni, annak ezt ajánlatom, mely nagyon kellemes, hasznos, szép estét ajánl azoknak, akik megnézik a Duda Éva társulat új bemutatóját. És ne felejtjék, hogy május 25-én Újbuda 19. születésnapját ünnepeljük itt a Budai Park színpadnál. Itt lesz Farkasházi Réka, Sing Vicky Disney dalokkal, a The Carbon Fools, a Carson Coma, és a gyerekeknek pedig a jövő játékait kínálják. VR játékokkal készül a rendezvény, úgyhogy érdemes lesz egész nap itt lenni. Szóval május 25-én itt találkozhatunk, addig is mi már melegítjük a helyet, a viszontlátásra.